Sziasztok! Először is szeretném megköszönni azt a 70 feliratkozót, akik feliratkoztak a csatornámra. Ez egy önmagában nem tűnik soknak, meg valójában nem is az, mert vannak több százezres, meg milliós követőtáborra rendelkezők, de hogy ennyi idő alatt, amióta videókat csinálom, mert ennyi ember összeélt és feliratkozott, és ezek szerint kíváncsi a tartalmaimra, az nekem tök jó érzés, és örülök neki. Úgyhogy ezt köszönöm még egyszer. De a videó címéből kiderült, hogy nem csak erről lesz szó, illetve hogy teljesen másról lesz szó. Az, hogy vásároltam egy akciókamerát. Az SJ-kam 4000 Wi-Fi típusú modelljét. A csomagolását már kibontottam. Ő lenne az. Úgyhogy nem előttetek fogom először kibontani. De láthatjátok, hogy tök ízléses. Néhány információ fel van tüntetve, a legfontosabbak, hogy 1080p 30fps-ben képes rögzíteni, 30 méterig ebben a plexi műanyagtokban a kamera vízálló, illetve 12 megapixeles kamerával rendelkezik. Itt a dobozán fel vannak tüntetve ilyen kis ábrákkal, piktogramokkal, hogy mit tartalmaz, ide is van írva, hogy includes. Kamera, a vízállótok, kettő darab ilyen rögzítő alkalmatosság. Hogy csináljuk? Itt ezekre gondolok. Ezeket matricával tudod mondjuk sisakra, vagy bármilyen felületre, ahová mondjuk a tapadókorong nem maradott rögzíteni. Aztán ehhez ilyen toldó, szorító, csavarozó elemek. Akkor egy autós kameraként használható tok. De ahhoz nem kell maga a vízállótok. Így néz ki. Aztán még elég sok minden. Ezeket nem akarom egyesével mutatni, mert bármelyik akciókamerához igazából ugyanúgy néznek ki ezek, úgyhogy nem is ez a lényeg. Ez alapértelmezetten 23 és 25 ezer forint között láttam az interneten. A wifi-s modell, ugyanez és nem wifi-s, az 20 ezer forintért vásárolható meg. Én ezt igazából használtam, vettem. Az egyik használt cikkeket hirdett weboldalon találtam rá. 15 ezerért hirdette egy srác, és akkor írtam neki, hogy kiszerítéssel együtt mennyiért tudnánk megállapodni, és felajánlott, hogy akkor felezzük be a kiszerítési költséget, és akkor így 15.500-ból, mert ugye a GLS 3000-ért hozta ki, került hozzám a kamera. Kicsit megküzdöttem az elején, hogy ebből a plexitokból hogyan is szedem ki, mondjuk ha szeretném tölteni, vagy ez az amaz. És ezt a kart a nyíl irányába el kell tolni, és én itt hátul akartam felhúzni, de utólag kiderült számomra, hogy ez a műanyag szorítja oda, ezt majd műanyag tudom, ha kinyitottam. Szóval, ez a műanyag szorítja oda ezt, és akkor úgy nem folyik be a víz. Tehát itt először ezt kell így elemelni, miután elhúztuk ezt a műanyagot. Mindegy. És ekkora önmagában a cucc. Én kaptam hozzá egy 16 gigás microSD kártyát is, ezúton is köszönöm, erről nem is volt szó egyébként, ez csak egy ilyen extra meglepetés. Kétszolos kis LCD kijelző. Csináltam már vele kettő ilyen robogós sakra rögzített utazós videót, majd pár rész belinkelek, hogy milyen, de alapértelmezetten szerintem tök jó képet rögzít. A mikrofonját azt még nem teszteltem le, úgyhogy most ezt majd be fogom vágni, amit felveszek, összehasonlítjuk, hogy mondjuk az iPhone és a kamera mikrofonja milyen minőségben képes hangot rögzíteni. Tök jó képet rögzít. A mikrofonját azt még nem teszteltem le, úgyhogy most ezt majd be fogom vágni, amit felveszek, összehasonlítjuk, hogy mondjuk az iPhone és a kamera mikrofonja milyen minőségben képes hangot rögzíteni. Amint hallhattuk, annyira nem meggyőző az a hang, amit ez rögzíteni képes, úgyhogy inkább marad az iPhone-os, illetve külön csatlakozható mikrofonos rögzítés. 900 milliamperes aksi van hozzá, ezt itt vagy USB-n keresztül tudjuk tölteni, amit nem kapunk hozzá kábelt,
vagy pedig szintén nem kapunk hozzá, de tudunk vásárolni ilyen kis adaptert, amiben akár egyszerre két aksit is bele tudunk állítani, de csak egy jár hozzá. Én azt gondolom, hogy teljesen jó árérték arányban hozzá lehet jutni. Mondhatom azt is, hogy viszonylag olcsó, mert tényleg nem drága. Illetve meglátjuk majd, hogy mennyire lesz tartós, mennyit bír az aksi. Úgyhogy ezt szerettem volna nektek megmutatni. Illetve most készülök még két videóval. Az egyik az az, hogy úgy néz ki, hogy sikerült a kocsitól megválni. Egy srácon érte, nem is tudom pontosan honnan, 300 kilométerről. Úgyhogy majd ezt is elmesélem, nem lesz tovább útba, még utoljára így beleültem ezt felvenni. Meg a robogóból nekiállt valahonnan csöpögni a benzin. Úgyhogy rendeltem hozzá pár alkatrészt, amivel majd felújítom. Úgyhogy arról is készül majd egy videó, hogyha érdekel titeket, akkor kövessetek be. Ha tetszenek a videók, akkor lájkoljátok. És akkor találkozunk a következőbe. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok!